ha ez tényleg érdekes lesz, akkor beszélgessünk most egy kicsit, de ez két kérdés volt. Ezt a kettőt ezt egy pillanatra válasszuk el, ti aztán majd összerakjuk. Az egyik kérdés az, hogy a különböző disziplinákat, különböző tartalmakat máshogy kellene tanulni. Amikor tanulunk, akkor más struktúrákat mozgatunk el, mondjuk a matematika tanulásánál, vagy a történelem tanulásánál, vagy a számítógép használatának a tanulásánál, vagy a bankautomata kezelésének a tanulásánál. Szándékosan akarok mondani, nem tantárgyi területeket is. Vagy annak a tanulásánál, hogy hogyan válasszam ki a kislányok esetében az ilyen színű szoknyához az olyan színű busz, vagy az olyan színű buszhoz az ilyen színű szoknyához, és így tovább. Vagyis azt szeretném ezzel mondani, hogy én nem választanám ketté a tantárgyak tanulását, minden másnak a tanulásától. Amikor tanulunk, akkor tanulunk. Ezekre a tanulásainkra a tanulás szokott jellemző lenni. Ez tehát az egyik kérdés, hogy ennek a tanulásnak, a tanulás tárgyától, tartalmától függően vannak-e lényeges különbségei. Ugye ez volt az, amit te is kérdeztél, és ami tulajdonképpen a kérdés, ami benne volt. És van egy másik kérdés, rejtve volt ebben a kérdésben, nem volt kimondva, de azért rejtve benne volt, hogy a tehetséges gyerekek tanulása különbözik-e vajon a többieknek a tanulásától, már ami a tanulást illeti. Ugye ez ugye akkor két kérdés, vegyük először az első kérdés, az szerintem a tanulás filozófiai szempontból fontosabb kérdés. Ugye azt próbáltam én leírni annak idején egy válaszlevélben is, hogy a tanulás esetében nem annyira a tanulás tartalma a meghatározó, legalábbis a tanulás nézőpontjából, hanem maga az a folyamat, ami végre megy. A tanulás az mindig egy folyamat. Lehetne definiálni, hogy mi az a tanulás, mit érzünk tanulásról, majd definiáljuk a gondolást. Ha csináltunk ilyen elméleti kitérőket is, nem nagyon terveztem, de hogyha szükséges vagy, hogy úgy gondolják, hogy ez érdekes lehet, akkor elkezdhetünk beszélni arról, hogy mi megy végbe egy rendszerben, egy személyiségben tanulásról. De hogy ugye az alapkérdés az, hogy erről arról beszélgetünk, ami létezik, ami lezajlik, vagy arról beszélgetünk, hogy mi az a tartalom, amit ennek a folyamatnak a során elsajátítunk. Ugye érthető, hogy ez két különböző megközelítés. Én azt gondolom, hogy a tartalom kérdése az egy szaktudományi kérdés. Az nem egy tanulásrendeletű kérdés. Nem egy tanulási gyakorlatbeli kérdés. Nem egy motivációs kérdés. Nem egy tanulási technika kérdése. Nem egy kognitív struktúra változásának a kérdése. A tartalom az egy disziplinális kérdés. Vannak a főtudományok. Láttam itt egy tanszékét az első emeleten, vannak a különböző tudományterületek, van a történettudomány, van a filológia és így tovább, és ezek a tudományok, ezek leírják a saját tartalmakat. És amikor mi ezeket a tartalmakat valamilyen módon elsajátítjuk, akkor lezajlik bennünk egy folyamat. Ez a folyamat már nem különbözik, lényegében nem különbözik a tekintetből. Matematika, történelem, földrajz, biológia, könyvtárhasználat, székgyártás, képek festésének a tanulása, tehát hogy a művészeteket is ide kapcsoljam. Maga a tanulási folyamat ilyen tekintetben már lényegesen nem más. Ez mennyire volt kielégítő ez a válasz? Jó, máshogy kérdezem. Tegyék föl a kezüket azok, a kacokon ezt látom, hogy ilyen lesz sok, akik nem értettek egyet azzal, amit most mondtam. Benne csak megfogalmazódott akkor egy kérdés, hogy akkor tantárgyi tartalmakat tanítunk, vagy gyereket a személyiséget fejlesztünk? Tanulni tanítunk. Ugye én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy hogy matematikát tanítunk, vagy tanulót tanítunk. Én azt gondolom, hogy a tanulónak van egy személyiség. Ez a személyiség, ez egy nagyon komplex valamiféle dolog. Ez az egész személyiségével vesz részt mindenben. A matekban is, meg a
kémiában is, meg a történelemben is, meg a ruhaválasztásban is, meg a zenehallgatásban, meg az internetes játékokban, a barátok kiválasztásában, a szerelmek kiválasztásában, a barátokkal való összeveszésben, mindenben. Ez a személyiség, ez így működik. És nem működik más, hogyha matekról van szó, vagy hogy a földrajzról, vagy hogy a barátokról. Vagy a házasságról. Így elfogadható? Hát akkor most nézzük a másik kérdést, az egy kicsit rákosabb. A másik kérdés az az volt, mondom, nem volt kimondva, de rejtve azért benne volt abban, hogy másra a tehetséges gyerek tanulása. Azért mondom, hogy rázosak, mert én erre most szeretnék válaszolni, de azt el kell mondanom, az úgy tisztességes, hogy elmondom, hogy e tekintetben a nevelés tudományban azért vannak viták. Vannak olyan tehetségpedagógiai irányzatok, amelyek azt gondolják, hogy igen. És vannak olyan neveléstudományi tanulás elméleti irányzatok, amelyek azt gondolják, hogy nem. Én arról szomorúan meg kell hallanom, ez utóbbi csoportra tartozom. Én azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy valaki tehetséges vagy nem tehetséges. A fogyatékkal élő gyerek is épp úgy az egész személyiségével tanul, mint a tehetséges gyerek, és a személyiség teljes struktúrája részt vesz ebben a dologban. Nyilván azokat a struktúrákat mozgatja, amely struktúrák számára rendelkezésre állnak. A tehetséges gyerek is azokat a struktúráit mozgatja, amelyek rendelkezésre állnak. Azt gondolom, hogy még csak tanítás módszertanilag sincsen igazán nagy különbség a kettő között. Most nem beszélve arról, amit nagyon nem szívesen lennék egyébként bele, mert nem szakterületem, csak olvastam ezt a pillanat már, hogy önmagában azon is elvitatkozhatnánk hónap után estig, hogy mit értünk tehetségen. Ugye maga a tehetség fogalmának is nagyon-nagyon sok definíciója van. Az egészen arisztokratikus definíciótól, hogy mondjuk egy populációnak a 3%-a, a nagyon demokratikus az abszolút demokratikus definícióig, ami úgy szól, hogy mindenki tehetséges valamire. A kettő között van valahol feltehetően a dolog, de ez nagy mértékben attól függ, hogy hogyan definiálom a tehetséget. És miután a tehetségről én ismerek olyan 30-valahány definíciót, és ez nem szakterületem, ezért feltételezem, hogy néhány ezer van. Ebből következően ebbe én most nem mernék szívesen belemenni, ha nem muszáj. Én szívesen veszem pedagógiára azt az álláspontot, hogy gyerek, felnőtt, fiú, lány, és van, aki jóval magasabb teljesítményszintet tud produkálni valamiben, valami alacsonyabbat. Tehetségügyben számomra a legszimpatikusabb definíció, ez egy amerikai pragmatikus definíció, nem tudom mennyire ismeri. Ez úgy szól, hogy ami úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, az feltehető a kacsa. Ez ugye találkozom egy rendkívül színvonalas produktummal, az létrehozta Jancsika. Az a produktum nagyon színvonalas, Jancsika feltehetően nagyon tehetséges. Ennél többet én a tehetségre most nem mernék, vagy nem szívesen mennék bele. De ha már itt tartunk, vannak-e még kérdések? Eddig az alapvetéseinkkel fogadhatóak? Mehetünk ezen a vonalon? Igen. Vita? Szívesen vitatkozunk, szeretnék. Jó, akkor visszatértünk az eredeti kérdésem, ez tehát az én kérdésem az volt, hogy mit várnak. Eddig annyit hallottam, hogy motiváció, technikák, jól emlékszem, hogy ezek hangzottak el. Figyelj! Tanás folyamat.
tanárszülő szerepet. Igen, kapcsolat. Nehéz így világos. Már azért is nehéz ügy egyébként, tehát nem csak önmagában nehéz ügy, hanem nagy mértékben társadalmi kérdés. És itt nagyon sok mindenben szerintem én tanulhatnék a önöktől, tehát nagyon ismerünk kéne ennek a könyvének a társadalmát, ennek a társadalomnak a működését, viszonyát. Valamennyire az iskolaegyszeret ismerem, csak valamennyire, mert ugye amikor kiderült, hogy Berengszászak eljönöm, akkor az egy kicsit tovább a tájékozott önnél is, mi a helyzet ez ügyben Kárpát. Általában Ukrajnában is, van-e valamilyen sajátosság a Kárpát Ukrajnának, tehát ezt azért próbáltam megnézni. Megmondom őszintén, számomra pillanatilag még ez az iskolarendszer nagyon zavarosnak tűnik, de ez az én tehát nem, semmiképpen sem mondanám, hogy ez a jellemzője, ez az én pillanatnyi tájékozatlanságomat tükrözi. Nem tudtam például a különböző irodalmokon megállapítani, hogy az a bizonyos első, nem az első fokozat, bocsánat, mondjuk így az alsó tagozat, tehát az induló, az elemi iskola, az 3-4 év fölött is. Mert hogy olvastam 3 év folyamosról is. A régi az mennyire régi? Mert 2008-as volt. Jó, ez volt az egyik, mert volt még egy zavaros história számomra, ugye a következő az 5 év folyam, ha jól emlékszem. És akkor utána van egy kettő, meg egy kettő. Az érettségihez? Igen. Csak kettő. 4-5-2? Igen. Aha. Volt egy kísérlet, amikor hogy lehetették 12 éves utatás, de 4 éven belül. Ez 11 év magyar indítás. Oké. És akkor itt van ez, hogy 1-es, 2-es, meg a 3-as. Ugye ez a... Jó. Nem hiszem, hogy értem, hogy itt konszolidáció? Igen, igen. Hogy a rövid távú emlékezet, az emlékezetet és akkor hogyan lenne megerősíteni a tanulás folyamán, hogy jobban legyen. Igen. Egyik évben még tudják a következőben, hogy mit van, és ha ott lenne. Ez nem a rövid távú és a hosszú távú emlékezetnek a kérdése. Nem tudom, tudják, a rövid, ugye ezek modellek, hogy van rövid távú emlékezet, egy távú és hosszú távú emlékezet. Valójában nincsen, tehát hogy ezek nem léteznek. Sehol nem található meg, hogy hol van rövid távú emlékezet, egy távú. Ezek modellezik az emlékezetbevésésnek a folyamatát. És a rövid távú emlékezet, egy távú az ugye annak a mennyire kerül ott az információ. Persze, tehát rendkívül rövid ideig kerint, tehát amikor egyik évben tudja, a másik évben nem tudja, az nem azt jelenti, hogy a rövid távból nem ment át a hosszú távba, mert hogyha másnak tudja, akkor már átment a hosszú távba emlékezeti távozóba. De igen, ez annak a kérdése, hogy mitől függ az, hogy egy információ tartósan megmarad bennünk, és erről szeretném, hogyha beszélgetnénk, igen, az emlékezet. Jó, akkor kérdezhetek én? Egyrészt ugye a legfontosabb kérdés, amit nem tudok, hogy akik most itt ülnek, ez melyik is, tehát melyik iskola fokozatban beszélnek tanítani? Vagyis, hogy mekkora gyerekekkel... Tehát most az első 4-től az utolsó 2-ig minden van, vagyis érettségig meg. Nem mindenki, nem. De világos, az itt jelenlévők azok ezt a skálát, ezt bejátszák. Jó, ez egy fontos információ.
következő információ, ami számomra nagyon fontos lenne, és lehet, hogy önök nem rendez, most már hamar ki fog derülni. Magyarországon én azt tapasztalom a legkülönbözőbb helyeken, tehát akár még a legelnyugodtabb kis településen is, hogy az utóbbi mondjuk így 5 év, maximum 8 év gyerekei, általános iskolát, magyarországi általános iskola, ugye tudják, hogy ez alsó tagozat, felső tagozat, tehát az első 8 év folyamra járó gyerekek, de most már megjelennek ezek a középiskolában is. Tehát az utóbbi 5-8 évnek a gyerekei valami nagyon nagy mértékben különböznek a korábbiaktól. Ugye minden korosztály egy kicsit különbözik a korábbitól. Ezt tudjuk, tehát akik pedagógusoknak van ilyen tapasztalatuk, hogy az egymás helyett a korosztályok egy kicsit mások mindig. Ez a kicsit más, ez nyilván teljesen normális, hiszen a társadalom egy kicsit más, amiben felnőnek a gyerekek, ezért egy kicsit másokká is válnak. De most valami olyasmiről panaszkodnak a pedagógusok, hogy nagyon más. Tehát, hogy most akkora a szakadék a korábbi gyerek és a mostani gyerek között, amit ők egyszerűen nem látnak át, vagy nem tudnak áthidalni, vagy átlépni. Az a kérdésem, hogy ez vajon Kárpát-Ukrajnában is igaz lehet ez az állítás. Tehát érzékelhető egy ilyen nagyon erős változás a gyerekekben. Valószínűleg ez a fejlődéssel tehát minél szerintem én nem tudom, hogy a fejlődésnek a fejlődésnek, hogy nem tudok nézni el, hogy a kapitalizálódásnak arra szintén, ahol most Magyarország el, és inkább, tehát minél inkább a hagyományos tanítási módszereknél tartunk, és a gyerek is valamilyen mértékben lépünk. Ha összehasonlítjuk, akkor azért lényeges különbségek vannak még a Magyarország, mert az Igen. Sokkal több információ áradás, és nincs meg talán az, ami a tanárnak a szerepe. Ott kisebb a tanár szerepe. Tehát azt mondják, hogy nagyobb a pedagógus tekintélyelv. És a gyerekek is követik ezt a tekintélyelvet? Tessék mondani hangosan, beszélgessünk. Én azért mondtam, hogy jöjjenek közelebb, mert egy beszélgetés szeretnek. Elhangzott, hogy az információ áradás az itt nem olyan széles kör, hát ezzel itt mi nem értünk egyet, mert itt is most már ugyanolyan. Ugyanaz a szint, mint Magyarországon szerintem az informatika terén. Nagy különbség. Annyi különbség van, hogy a diákok, a gyerekek sokkal magasabb szinten elsajátították ezt az információ kezelésének, befogadásának a technikáját, mint a tanárok. Itt van ez a szerintem az ügyelmény. Ez Magyarországon is így van. De közben keményen ott kell igyekezni az embernek, hogy ne spatulyázódjon be, hogy na hát eddig eljött tovább, meg nem, van erről legalábbis én ezt megtapasztalok a saját házam táján, hogy nem csak azzal, ami az anyagunkat fölé épülő dolgok, hanem az aktuális információkat is tennünk kell. Minden vonalon lépést tartom elő. Jó, világos, de itt igen, tehát elhangzott az információ kérdése, vagy a multitasking, vagy hogy kell ezt mondani, tehát a sok információ, sok csatornán, ahogy elárasztja. Hát a társadalom egészét nyilván, de hát a gyerekeket talán egy kicsit hamarabb és kicsit gyorsabban. De a másik kérdés, ami itt elhangzott, az a tekintély kérdése volt. Sokkal lényegesebb. Abszolút a tanárnak a dobzálását meghatározza, el is várja, hogy a gyerek azt csinálja, amit ő akar. Én ezt is kérek a kollégáktól, de tehát én tudom, hogy ha főiskolán, ahol dolgozunk, tehát különbség van pedagógus és pedagógus között, és a diák annak a pedagógusnak az elvárásait fogja teljesíteni, aki nem demokratikusan nem partnerként, ez rossz szó, de megpróbál emberként kezelni,
semmi ellen, de ha valaki tudja megtudja őket, az ember elmenni így meg adja. Mert azért ez még a felső oktatás is megjelenik. Ez lehet, hogy nem soha tudják például, de azt hiszem, hogy ezen a szemléletben is szerintem belülott túl lesz az ország. Tekintélyelősség. Most ebből én két dolgot értettem meg, ha jól értettem, de nem sokkal értettem, hogy akkor nem csak a érettségiek vannak itt, hanem ezek szerint van egy olyan, aki a felsőoktatásban tanít. Igen. Igen. Is. Tehát többségük van. Igen. Jó, hát ez egy rendkívül fontos információ, azt gondolom. A másik ez a tekintélyelvűség, hogy akkor abban azért itt mindenki megállapodott, hogy ez a tekintély, ez működik jelenleg? Működik, mert a tanárok még megszokták, hogy ez így működik. Ugye még a régi rendszerből örököltük, hogy amit megmondanak, a tanár, amit megmond a diák, ezt meg kell, hogy tartsa. A tanár, amit mond az igazgató, a tanár meg kell, hogy tartsa. Viszont a gyerekek, akik követik most az információra térünk vissza, azt látják, hogy mindenütt demokrácia működik, nem mindenütt, de sok helyen demokrácia működik. A diáknak jogai vannak, ha bántalmazzák, akkor ugyanúgy feljelentheti a tanár. Tehát ők már másképpen gondolkodnak. Tehát ez az új generáció, ezért kerül szembe még az idős tanári generációval. Ez is világos, én ezt értem, tehát igen. Ez volt a kérdésem gyakorlatilag, mert ugye a kérdésem nem arra vonatkozott, hogy a pedagógus fejében működne ez a tekintély elvárása. Én azt feltételezem, hogy ez működik vagy nem működik, az egy majdhogy nem részletkérdés most a tanár szempontjából. Más szempontból nyilván nem. A kérdés az, hogy a gyerek fejében működik-e az, hogy megadja a tekintélyt a tanulás szempontjából, ennek van jelentősége. Mert ha igen, hát akkor itt nem jelentek meg problémát, akkor ugyanúgy gondolja a világot a pedagógus is, mint a gyerek. Hát azért van a váltás, hogy néhány évvel ezelőtt történt ez a váltás szerint, amikor a diák másképpen kezdett gondolkodni. Én is így gondolom egyébként, csak azt nem tudom, hogy Beregszászon is így van. Ugyanígy van szerintem. Ez most úgy őszintén azt gondolom, hogy nem egyértelmű ebben a társaságban ez a válasz. Tehát itt most az itt ülőknek egy elég jelentős része azt gondolja, hogy nem. Ahogy, ha én jól értelmezem a metakommunikációt, ez, mint tudjuk pedagógusok szerint, hogy ez egy fontos eszköz, amit szoktunk figyelni. Tehát, hogy a metakommunikáción azt látom, hogy nagyon sokan nem érzékelik ezt a problémát, vagyis ez a probléma nincsen. Köszönöm, ha kevesen érzékelik. Nem hiszem, hogy ez van, mert nem jelezi. Biztos, hogy mindenki azt gondolja, hogy a többség azt gondolja, hogy ismerve Pálfáter nagyon sok iskolát, azt tudom mondani, hogy az abszolút kivétel, ahol ez még megmaradt, ez ahogy a tanár is, meg a diák is úgy gondolkodik dolgokról. Tehát ugyanúgy bejött, ugyanúgy valóság nálunk is, hogy megszűntek az erkölcsi normák, liberális lett ilyenként a dolog, hogy nincs milyen viszonyunk, hogy mi ezt tartson a vállal. Az ember pontosan minden elfogadott, és éppen ezért nincsenek keretek, és folyik szét a dolog ugyanúgy, mint nyugaton. Talán picit lassabban jön be, de, és még talán nincsen tanárverések, meg még nem lőttek a senkit, de az a fajta, ha a tekintélyről beszélünk, tekintélyvesztés a pedagógusok ugyanúgy megvannak is. Tehát most ha azt mondom, hogy Kárpáton van 90 magyar iskola, akkor lehet, hogy van 5, ahol még az a rendszer működik, és akkor talán nagyon optimista voltam. Akkor csak egy olyan kérdésbe tenni lehet ebből, amiről nagyon-nagyon szívesen a többség nem nyilatkozik. Vagy szép igen? Nehéz egyszerűen megfogalmazni, mert tulajdonképpen a tekintély elvűségben nem jelenti, hogy én megmondom, és ez így legyen, hanem a gyerek akarunk tőle. És akkor? És az a kérdés, ha én tudok neki annyit mutatni, amit ő aztán rámegy a mindenekre is a különben, mert volt olyan, de már régebben is volt, olyan esetben, akkor csak egy esetben is megkérdezek, és ez a különben nem van benne, hogy nem kicsitek. De lehet, hogy nem úgy van benne a különben. Szóval azért mondom, hogy itt az a lényeg, hogy akarjon benne, olyan tekintjen meg, hogy akarjon benne tanulni, de most, amikor rákattint az internetre, rákattint egyfélre, másikra, harmadikra, nem biztos, hogy én
lejjed, és nem pedig a telefonját nyomogassatokra. Igen, de emögött is egy problémá. Tehát az, hogy a gyerek nincs motiválva. Milyen, mit tudunk neki felajánlani azért, hogyha tanul? Példaként, tanulj fiam, mondjuk esetleg tanár lehetsz. Tanár anyagilag sem, kiemelkedő, stb. Stb. Tehát igazából ez a társadalom, amelyben most élünk itt Ukrajnában, én most elmondom beszélni Kárpátalján, ez nem tanulás központú. Tehát itt generációk nőttek fel úgy, hogy például a munkahelyük se volt, végzettségükről nem is beszélve, még nincs, és meggazdagodtak rohamosan. A gyerek ezt látja. Igazából nagyon kevés az a példa, amely azt mutatja, hogy ha tanulsz, akkor boldogulsz. Nem lehet arra lenni képviselő, hogy igazából akinek nincs Priusza, tehát már odáig. Pont ellentétben állandóan az elére a törvényeket. Sose gondoltam, hogy ennyi hasonlóság van Ukrajna és Magyarország. Oké, jó, de most egy reszlánt gyöngyel. De hogy... jó, rendben van. Azt látom, hogy lesznek dolgok, amikben egyet fogunk érteni, lesznek dolgok, amikben talán nem. És azt remélem, hogy amiben nem értünk egyet, abban vitatkozni fogunk, mert szeretem az ilyen helyzeteket, és szeretem, hogyha a vitából valami jön. Miután azt mondták, hogy 40-kor ebéd, még szeretnék 2 percig itt a tanításságot, tehát már tényleg csak 2 percig, hogy aztán ebéd után elkezdhessük a munkát, ami valaki akar-e még valamit mondani, ami eddig nem hangzott el, és ami szeretnénk belegyünk. Ne hagyjunk ki semmit sem, ez fontos. Ha most pillanatban nincsen más, akkor én mutatnék egy tartalomjegyzéket. Elég kicsi a kép, láthatok? El lehet olvasni, és nem is vagyok útba hozzá? Nem. Ez az, amit terveztem. Ettől még mindig eltérhetünk, tehát simán lehet az, hogy azt mondják, hogy ezt hagyjuk ki, helyette tegyünk be valami más. Van a szállodában internet, föl tudom készülni honlapra, hogyha kell változtatnom valamit. Ha most elvállalom azt a változtatot, hogy akkor olyat kérnek, amihez nem értek, akkor azt nem tudom megvállalni. Úgysem, abból nem tudok felkészülni. Gyorsan elmondom minden címszóról, ezért tartalmazik, elmondom minden elvéről. Mondok mindegyről 2 mondatot maximum, hogy nagyjából tudják, hogy mi tartozik bele, és akkor még utána lehet rajta módosítani, ha látják, hogy mi is ennek a tartalma. Ugye a legfelső, ami úgy szól, hogy tanulás értelmezése, vagy tanulási modellek teljesen létre, hogy hívjuk, abban vannak olyan tanulási modellek, amelyekről szerintem valamennyien tudnak. Azokat kihagyjuk, hogyha gondolják, beszélünk, hogyha nem gondolják. Próbáltam összeszedni, nagyjából a történelem folyamán kialakult, nagyon sok tanulásra képeket, úgyhogy van benne némi történeti jelen is, de ezek valamennyi olyan, ami napjainkban is jelen van az iskolában. Egészen biztos vagyok benne, hogy itt Kárpátalján is. De még egyszer mondom, közöttük van néhány, ami szerintem annak idején tanultak is, amikor valamilyen pedagógus képző intézményt végeztek. Van bennük olyan is, amiről nem tudom, hogy mennyire ismert, vagy mennyire tájékozottak benne. Az egyik az a konstruktivizmus tanulás felfogása. Senki nem mondja, hogy ismeri, hogy így végignézem a társaságot. Igen, hallott róla? Egy? Is. Na, igen, ismeri? Nem. Vagy fejezés magát. Kiderülök közben. Jó. Csak azért, hogy ezt mennyire tegyük az ismertek vagy ismertelenek közé. A másik pedig a konnektivizmus. Tulajdonképpen most itt az utóbbi 4 órában a konnektivizmusról beszélgettünk, amikor azt mondták, hogy információk zúdulnak a gyerekekre, amikor azt mondja, hogy jó, akkor majd az internetben megnézi. Ez már a konnektivizmusnak egy nagyon elemi, ugyan, de fontos jellemzője. Ez a hálózatos tanulás, egy nagyon sajátos működése a gyerekeknek. Azt gondolom, hogy ezekről egy kicsiket részletesebben beszélgethetni. A többiről vagy beszélünk, vagy nem majd előttük, amikor oda jutunk. Jó? A következő az a kompetencia fogalma. Ez Magyarországon egy izgalmas fogalom. Nem tudom, hogy erre felé mennyire izgalmas fogalom.
A kompetencia mérésekben Magyarország nagyon régóta benne van, úgy látom, hogy Ukrajna is. Pontosabban kettő fajtára van, bizalom is a pénzben benne volt, de olyan, hogy Kárpát-Európét is van. Ilyen szurókóba szerintem, de már bekapcsolódott. Teams-ben láttam, hogy benne volt a 2011-es becsapás, az osztalékos matematikában. Igen, volt. De a PISA-ban nem láttam. Én úgy tudom, hogy voltam próbálkozott, de emesek ilyen kiválasztottak egy iskolát Kievben szinten. Szóval, szinten, úgyhogy országos szinten nem. De nem, tehát a PISA eredményében nem láttam, hogy nem. Ezért, mert a sikerült egyébként próbálkozott. Jó. De nem is ebből a szempontból izgalmas a dolog, hanem abból a szempontból, hogy nincs oda kompetencia, tehát mi a változás a tudás értelmezésében. Ez a tanár szempontjából fontos, azt gondolom, hogyha mondjuk a 21. század fordulójára, vagy ennek a századnak az első évtizedeiben máshogy értelmezzük a tudást, mint mondjuk korábbi századokban, akkor ennek a másik fajta tudásértelmezésnek másik fajta tanulásértelmezése is van. És mondom, bár én úgy láttam, hogy Ukrajna kevésbé van benne ezekben a mérési rendszerekben, van egy dolog, amiből nem tud kimaradni. Bár még nincsen benne, de egyszerűen a következő 10 éven belül be kell, hogy kerüljön. Európai vagy Európa környéki országából nem tud kimaradni a következő időszakokban, ez a képesítési keretrendszereknek a kérdése. Ez úgy tudom, hogy Ukrajnában most még nem működik, Magyarországon sem egyébként, Magyarországon most alakítják ki, tehát most folyik ennek a kialakítási folyamata, de ez kompetenciákra épül, és miután ez a közeljövő kérdés, azért gondoltam, hogy a kompetenciát ide kéne hozni, és egy kicsit beszélgetni róla, ha azt mondják, hogy nem, akkor kimegyük. Tanulóként kérdése, képességek, szorgalom kérdése, hát ez lehet, hogy magyar sajátosság, bár az az igazság, hogy Orosz Ildikónak egy-két cikkét én olvastam, és abból arra következtetett, hogy ez nem csak magyar sajátosság. Van egy nagyon sajátos pedagógus attitűd a tanulóhoz való viszonyunkban, ahogy kialakítjuk magunkban a tanulóképet, és ebben a tanulóképben megjelenik a tanuló képessége. És azt gondolom, hogy ennek nagyon sok negatív következménye lehet. A tanulásra nézve ezért erről egy kicsikét beszélgethetünk. Ha akarják, ha azt gondolják, hogy nem, akkor nem. Amit kértek, hogy technikák, stb. Az egyrészt a következő fejezetben van, ahol a tanulási stratégiák, tanulási sajátosságok lennének. Az egy szemtelen fejezet, mert én ezt úgy építettem fel. Ugye annak a lényege az, hogy fel kéne tárnunk a tanítványaink tanulási jellemzőit, hogy tudjunk hozzá alkalmazkodni. Tehát szeretnék nyújtani technikákat arra, hogy ezt hogyan lehet feltárni. A szemtelenség ott van a dologban, hogy én azt gondolom, hogy akkor tudjuk igazából feltárni a tanítványainknál, ezt a saját magunknál is fel tudjuk tárni. Ezért az a kezdenénk, hogy először a saját tanulási jellemzőinket megvizsgálnánk, megnéznénk, hogy ehhez milyen tanítási stratégiák illeszkednek, aztán ezt megnézhetjük utána a gyerekeken is, hogyha ezzel egyetértenek, ez a következő rész, és aztán sorba jönnek a kognitív képességek. Emlékezett figyelem és a gondolkodás két nézőpontból is, a megértés folyamatai, meg a probléma megoldás folyamatai. Ott jelennének meg ilyen emlékezetfejlesztő, gondolkodásfejlesztő, figyelemfejlesztő technikák, illetve ezeknek a kialakítása, mert hogy én nem fogok tudni mindenben minden gyerekre adni maguknak ilyen technikákat, inkább azt tudjuk megbeszélni, hogy hogyan kell ilyeneket csinálni. Meg néhányat ki is próbálunk, azok a próbák megint olyan esetleg, hogy magunkon próbáljuk ki, aztán majd csinálunk a gyerekekre. Ez nagyjából a vasárnap délig a terv, ha nem módosítanak rajta. De módosítanak rajta. Én most már elég kövér vagyok, tehát tovább hízni nekem nem kell. Szóval a dicsérete, köszönöm szépen, de arra most kevésbé van szükség. Szükség van arra, hogy olyan legyen, ami maguknak jó. Egy olyan maradunk, és menet közben
hozzászólnak, beleszólnak. Jó.